Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. 300-an versenyeztek. A Magvetőben rendezték az országos bibliai versenyt. 4 sávos lesz az M44-es. 243 milliárdot fordítanak a Kecskemét-Békés Csaba szakaszra. A költészetet ünnepelték. József Attila szobránál kezdődött a gyulai program. Kormányhatározatra várnak. Nem elég a testületi döntés a vasárnapi nyitvatartáshoz. Kerekerdő, kerekvilág. Nevelési értekezletet rendeztek az óvodai dolgozók számára. 1000 adag ételt osztottak ki. A szervezők a babujás mellé ruhaneműt és édességet adtak. Készülnek az 52. évadra. A tanácsadó testület is foglalkozott a Várszínház programjaival. Eleki lopott Gyulán. 3 napon belül bíróság elé állíthatják a fémtolvajt. Közel 300 tanuló részvételével rendezték meg immáron 16. alkalommal az országos bibliai történetmondó versenyt a Magvető Református Általános Iskolában. A megmérettetést ünnepi istentisztelettel nyitották meg, ahol a gyermekek verssel és énekkel köszöntötték a résztvevőket. A diákok mind a 8 évfolyamon versenyeztek a helyezésekért. Ez a nap híre. A gyerekek verssel és énekkel köszöntötték a 16. alkalommal megrendezett országos bibliai történetmondó verseny résztvevőit, mely idén is ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a zsúfolásig telt református templomban. Igét hirdetett Baránt János református lelkész, a jelenlévőket Varga Otto igazgató köszöntötte, aki kiemelte, a versenyzés nem tévesztendő össze a versengéssel. Adja jó Isten, hogy a Szentlélek vezetés által lépésről lépésbe az Istentől származó ige tökéletesebb megértésének élményéhez tudja mindenki eljutni. Ebben a legnagyobb segítségünkre az van, volt és lesz, ha minden nap olvasunk a Bibliát. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Ebben az évben 24 csapat nevezett be a Biblia történetmondó versenyre az ország református általános iskoláiból közel 300 tanuló részvételével. Mizsei Panna már nem először vesz részt a versenyen, aki számára nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Én igazából nem számolok arra, hogy nyerni fogok, persze mindig reméljük a legjobbakat, de én Isten útján járok, szóval én várom, hogy Isten segítsen rajtam. A megmérettetés legfőbb célja, hogy a gyermekek az általuk elmondott bibliai történetekkel gyarapítsák egymás lelki gazdagságát. Minden évben 2 bibliai történetet tanulnak meg, egy ószövetségi és egy újszövetségi történetet a gyerekek, és mind a kettőt el is mondják itt a zsűri előtt és a társaik előtt. Ezt van, amikor tematikusan választjuk ki, van, amikor hagyományok szerint, például a tavalyi évben a legelső versenynek a történeteit vettük elő ismét. Ebben az évben az ószövetségi történetek, főleg prófétákkal kapcsolatos történetek, az újszövetségi történetek pedig Jézus életéből vett dolgok és az apostolok cselekedeteiből Pál apostolnak az egyik beszéde. Fekete Károly az egyházkerület püspöke 2015-16-ra hirdette meg a Hirdesd az igét programot, melyhez az iskola ezzel a versennyel is szeretett volna csatlakozni. A gyermekek hitnevelése, a lélek feltöltekezése a hittel, Isten igéjével ilyen alkalmakkor nagyon jelentős, nagyon intenzív. Már az iskolai versenyeken kiki otthon előselejtezőkön vesz részt, és hát onnan a legjobbak kerülnek ide az országos versenyre. A kormányhivatal jelenlévő képviselője szerint ezek a versenyek jól érzékeltetik az egyházi iskolák szerepvállalását. Örömmel látjuk azt, hogy egyre beágyazottabban, egyre mélyebb gyökereket eresztve működnek ezek az intézmények, és az, hogy 16. alkalommal rendezik meg itt ebben a református iskolában ezt a bibliai történetmondó versenyt, ez az bizonyítja számunkra is, hogy jó úton járnak ezek az iskolák. A verseny a református templomban záróáhítattal fejeződött be.
Összesen 243 milliárd forintot fordít a kormány az M44-es autóút megépítésére, idézte Lázár Jánost az MTI. A távirati iroda beszámolójából kiderül, hogy a négy sávosra tervezett autóút Békéscsaba és Kecskemét között 120 kilométeres lesz. A kormány mintegy 350 kilométer út megépítéséről döntött, ezek összértéke 580-600 milliárd forint. Ezeket hazai költségvetésből finanszírozzák, a Modern Városok program részeként. Több helyszínen ünnepelték csütörtökön a Magyar Költészet napját. A program József Attila szobránál kezdődött, és a könyvtárban zárult. Lehettem volna oktató, nem így töltőtől oktató szegény legény. József Attila Születésnapomra című versével kezdődtek csütörtök délután Gyulán a Magyar Költészet napi ünnepségek, melyek a költő április 11-i születésnapjához kötődnek. Értékes a mai világban az, hogy megőrizzük a költőknek a verseit és az emlékét, és mivel én magyar szakos vagyok, ezért nekem közel áll a szívemhez, talán közelebb, mint másnak. A koszorúzással a város vezetése azt fejezte ki, hogy Gyulán fontos a kultúra, a költészet. Örvendeznünk kell mindig a fölött, hogy mi vagyunk azok magyarok, akik megérthetjük ezeket a költőóriásokat és íróóriásokat, akik alkottak. A Magyar Költészet napja is ő előttük tiszteleg, és nekünk, mint a magyar kultúra egyik városának, Gyulán, úgy gondolom, hogy becsületbeli kérdés, hogy megemlékezzünk erről az alkalomról. Van fogadókészség a magyar költészet iránt, erről tanúskodott az érdeklődők száma a könyvtárban. Az esti programon először a versíró pályázat eredményét hirdették ki. Ma a fiatalok Orbán János Dénestől vehetik át ezt a díjat, egy babérkoszorús költőtől, azért ez egy nagyon komoly elismerés lehet, és hát azt gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek, hiszen határidőre 35 alkotónak 43 pályázata érkezett be. És bizony vannak benne nagyon érdekes alkotások, képi megoldásokat is alkalmazva. Nagyon tehetséges fiatalok vannak itt a városban. A szép vers mellett a zsűri az ötletességet is értékelte. Az 5. osztályos Székács Már képverse külön figyelmet érdemelt. A tavaszról írtam. Anyukám mondta, hogy van olyan, hogy képvers, és gondoltam, kipróbálom. Eszembe jutott, hogy már ha tavaszról kell írni, akkor tavaszi virágot mintázzon, így egy tulipánt mintáz a versen. Gurzó Hanna három verssel is indult a megmérettetésen, ebből a tavaszi nagy takarítás hozta el neki az első helyezést. Na, tavaszi nagy takarítás című versen mellettem az első. Hát ússzel meg tavasszal van ugye tavaszi nagy takarítás, és erre jött az ötletem. Mert éppen azon estünk túl, és akkor azt mondtam, hogy akkor arról írok egy pályázatot. A díjakat Orbán János Dénes, Magyarország babérkoszorúja díjas költő adta át a fiatal tehetségeknek. Szakmai tapasztalat révén ki tudtam szűrni azt is, hogy mikor másztak bele a kedves szülők, hiszen azért az alapos gyanút vet föl, hogyha valaki tökéletes felező 12-esekben és tiszta rímekben versel harmadik osztályos korában, úgyhogy akkor ezeket a költeményeket kizártam a versenyből, de maradt bőven szerencsére olyan is, ahol nem érződött a szülői kész, hanem inkább a gyermeki fantázia. A költő betekintést engedett a székely nyelvjárás kacifántosságába, a Mici Mackó székely átköltésének felolvasásával. Aliges Pity mallott, hogy Misi Mackó kitüsténkedett a dunyha alól. Fáin hímzett harisnyanadrágot cibált magára, mert rendes székely medve nem menjen ki csóré popsival az erdőbe, mint a pestiek. Az est második felében Orbán János Dénes költő és Kis László író beszélgetése marasztalta az idősebb korosztályt. Kormányhatározat kell a helyi boltok vasárnapi nyitvatartásának engedélyezéséhez. A testületi döntés nem elég, írta a közleményében a Városháza, melyen Lebenszky Attila DK-s politikus szavaira reagáltak. A Demokratikus Koalíció szerdai sajtótájékoztatóján hangzott el, hogy érdemes lenne követni Gyulán az EGRI példát, ahol testületi határozattal teszik lehetővé a boltok vasárnapi nyitvatartását. A helyi önkormányzat közleménye szerint jelenleg sajnos nincs törvényes lehetőség arra, hogy Gyulán az általános szabály
szabályoktól eltérő nyitvatartási időt engedélyezzenek. Egerváros vezetésétől megtudtuk, hogy Egerben nem készül és nem is készült a vasárnapi zárvatartással kapcsolatban semmilyen határozati javaslat, így ők sem tudnak egyelőre más tenni, mint mi gyulaiak, írta a Gyulai Városháza. További részletek webes felületeinken olvashatók. Kerekerdő, kerekvilág. Tudásoddal számítunk rád. 68 óvodapedagógus és 33 dajka vett részt a napokban Gyulaváros Egyesített Óvodája tavaszi nevelési értekezletén a Törökzúgi óvodában. Az eseményen az elméleti ismereteket gyakorlati formában dolgozták fel a megjelentek. Az idei nevelési évben második alkalommal tartotta meg a nevelés nélküli munkanapot Gyulaváros Egyesített Óvodája. A 68 óvodapedagógus 6 csoportba, a 33 dajka pedig 3 csoportba volt beosztva. Az óvónők közül kiemeltek 12-t, akik azt a 9 műhelyet vezették, ahol interaktív módon történt a feladatok gyakorlati megvalósítása. Most az életpályamodell bevezetésével nem csak a fizetésünk emelkedett, hanem szakmailag is megújult. Egységessé tette ez a rendszer a pedagógusok ellenőrzését, így a tanárok, a tanítók és az óvodapedagógusokat is objektíven tudják értékelni, mérni 8 kompetencia terület alapján a felkészített szakértők. Szilágyiné Solymosi Mária hozzátette, a tervező munkát, a megvalósítást, az ellenőrzést, az értékelést, valamint a visszacsatolást a 8 kompetencia terület 77 indikátorának beazonosításával végzik. A résztvevők játékos feladatok útján próbálták a műhelyekben 20 perc alatt elsajátítani azokat az adott területhez tartozó indikátorokat, amelyet a műhelyvezetők adtak a kollégáknak. A megjelentek névtelenül kérdőíveket töltöttek ki, a feladatokat viszont csapatban kellett elvégezniük. Szilágyiné Solymosi Mária elmondta, céljuk nem az ellenőrzés, hanem az, hogy játékos formában rögzítsék a megtanultakat, feltárják a hiányosságokat, majd hozzátette, a kérdőívek kielemzése után még jobban fognak azokkal a területekkel foglalkozni, amelyeket úgy ítélnek meg, hogy nem sikerült elsajátítani. Vannak olyan műhelyek, ahol az IKT eszközök, az információs kommunikációs eszközöket is meg kell, hogy tanulják az óvodapedagógusok, Dajka nénik is, hiszen nagyon sokan értenek a számítógéphez, az internethez, de nem biztos, hogy képet fel tudnak tölteni. A nap végén, a műhelyek zárása után az óvodapedagógusok és a dajkák közösen megnézték az általuk készített képeket, melyek a 20 perces munkafolyamatok során készültek. Szilágyiné Solymosi Mária kiemelte, céljuk az a szakmai munkaközösséggel, hogy jó gyakorlatként ezt a 9 műhely munkát megosszák és közkincsét tegyék más óvodák számára is. 1000 adag ételt osztottak ki a rászorulóknak a gazdaudvarban. A szervezők a babujás mellé ruhaneműt és édességet is biztosítottak a nehezebb sorban élők számára. A viharsarki betyárok receptje szerint készült a gazdaudvarban a füstölt csülkös babgulyás, melyet ismét nagy örömmel fogadtak a rászorulók. A vállalkozók és civilek összefogásával megvalósult rendezvényen az egy tál étel mellett ruhaneműt és édességet is hazavihettek a nehezebb sorban élők. Jelenleg 1000 adag babgulyást készítettünk el, amit elvihetnek. Itt több emberre vihetik haza ételhordóval, aki gondolja, itt is elfogyaszthatja. Emellett a használt ruhát természetesen mindig párosítjuk az ételosztás mellé, és egy kis borral is megvendégeljük az ünnep alkalmából, akik itt meglátogatnak minket. Vannak, akik rendszeresen részt vesznek ezeken az akciókon, és már nagyon várják, hiszen sokat jelent a számukra. Nagyon rendesek minden, és mindent kapunk, és az emberekhez nagyon jók, bármerre, bármi problémánk van, ők mindig velünk vannak, és nem úgy, mint sok ember, de ők velünk vannak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szinte bármekkora adag étel elfogy egy ilyen osztáson, hiszen sokan a családnak vagy barátoknak is visznek. Most azért az 1000 adagon nem úgy kell elképzelni, hogy 1000 ember eszik itt egyszerre, hanem ugye van egy konyhai mércéje, hogy egy adag mennyi. Na most mi e szerint elkészítjük, és az ételhordókat telerakjuk. Aki többet kér, annak bátran adunk többet, úgyhogy van, aki ezt 2 napig, 3 napig is, hogyha lehűtve tartja, fogyaszthatja ezt az ételt, mert olyan mennyiséget is adunk egy-egy embernek. Balogh Lajos elmondta, a következő ilyen ételosztást nyáron vagy ősz elején tervezik.
Sikeresnek értékelte a Gyulai Várszínház kamaratermi szezonját a Művészeti Tanácsadó Testület. A tanácskozáson a nyári programokról is szó esett. A napokban ülésezett a Gyulai Várszínház Művészeti Tanácsadó Testülete. Itt több más téma mellett a kamaratermi szezont is értékelték. Az ülés utáni sajtótájékoztatón Gedeon József sikeresnek értékelte az őszi-téli szezont, melyre több támogatást is nyertek. Ebben az évadban, a kamaratermi évadban két támogatást is nyertünk. Az egyik a komoly zenei koncertekre, a másik pedig a Nemzeti Kultúrás Alap támogatását, másik pedig a Cseh Tamás programban. A könnyű zenei koncertek támogatását, itt a rock zene és a jazz zene tartozik bele. A komoly zenénél ki kell emelnem azt, hogy olyan világhírű művészek adtak koncertet, akik valóban ritkán járnak vidéki fellépésekre, illetve a világ legnagyobb koncerttermeinek az ünnepelt sztárjai, így például a Kelemen Quartet, és a legnagyobb koncert pedig hosszú évekre visszamenőleg is a Baráti Kristóf koncert volt. A színház nyári évadában három új bemutató lesz, melyek közül az egyiknek gyulai vonatkozása is van. Sopsics Árpád rendező ugyanis egy gyulai író darabját állítja színpadra július végén. Van egy gyulai író, egy 20. századi elfelejtett magyar író, akit úgy nevezik, hogy Szatmári Sándor. Ő Gyulán született, és 1935-ben írta azt a regényét, aminek az egyszerűen Kazohínia. Ez a Kazohínia egy utopisztikus regény, ami hasonlítható Orwellnek vagy Wellsnek a műveihez, ami arról szól, hogy a különböző társadalmakban hogyan élnek az emberek, és ott milyen viszonyok vannak. Nagyon izgalmas vállalkozás lesz, mert nem egy cselekményes regény. Én már régen tervezem ennek a bemutatását. Az oka az, hogy én mindig, minden évben szeretnék valamilyen Gyuláról, Gyulához kötődő író, költő, zeneszerző művét műsorra tűzni. A szabadtéri színház a Körösvölgyi Sokadalommal veszi kezdetét június végén. A gyulai rendőrkapitányság lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt őrizetbe vette egy eleki férfit. A 43 éves N. Robert egy gyulai lakóház udvaráról fém dolgokat lopott. Egy szabadnapját töltő rendőr értetetten és tartóztatta fel a rendőrjárőrök megérkezéséig, akik előállították. A gyulai rendőrkapitányság a férfit lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt három napon belül bíróság elé állíthatja. Leterheltek, ugyanakkor több szempontból az Európai Unió élmezőnyébe tartoznak a magyar bírák, hangzott el a csütörtök őszbírói értekezlet előtti sajtótájékoztatón. Hamarosan új elnöke lesz a gyulai törvényszéknek, legalábbis április 15-én lejár Baur Péter mandátuma. Rövid hírek következnek. Legyen minél ismertebb az emberek előtt az ügyfélbarát, szolgáltató bírósági gyakorlat, mondta a csütörtöki özbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón Baur Péter. A gyulai törvényszék elnöke a nyitott bíróság program jelentősége mellett a civil konzultációs napok fontosságát emelte ki. Andó Tünde kiemelte, a magyar bíróságok több szempontból is az uniós élvonalba tartoznak. A közigazgatási ítélkezés gyorsasága mellett az alacsony ügyhátralékot említette. Hangsúlyozta, a fizetések nem ilyen versenyképesek, a bírói bérek az unión belül hazánkban a legalacsonyabbak. A Békés megyei önkormányzat csütörtöki soros ülésén személycserével kapcsolatban is döntött a testület. A Békés megyei vállalkozási és fejlesztési Kft. Jelenlegi ügyvezetője Petényi Roland a továbbiakban nem tudja ellátni ügyvezetői feladatait, emiatt új ügyvezetőt választott a testület Kraller József személyében. A grémium újraalkotta a kitüntető díjak adományozásáról szóló rendeletét, melynek értelmében csak az kaphat a jövőben ilyen elismerést, aki legalább 10 éve végez kiemelkedő tevékenységet, és most már anyagi juttatás is jár a kitüntetés mellé. Zárt ülésen a testület a bírósági ülnökök megválasztásáról döntött, a megyei önkormányzat legközelebb május 7-én ülésezik. Facebookos profilján jelentette be Gajda Róbert kormány megbízott, hogy Sóvári Tibor személyében új vezetője van a földhivatalnak. A közigazgatás átalakításának újabb lépcsőfokát jelentette be a kormányhivatalok külső és belső átszervezése, amely a földhivatalt is érintette, közölte a kormány megbízott. Április 1-től a Békés megyei kormányhivatal földhivatali főosztályaként működik tovább, vezetője az integrációt követően Sóvári Tibor lett, aki korábban osztályvezetőként dolgozott a szervezetben, tehát rendelkezik kellő ismerettel, tapasztalattal az újonnan létrejött főosztály irányításához.
Április 18-án és 19-én újabb rangos agility versenynek ad otthon Gyula. A szerdai városházi sajtótájékoztatón Alt Sándor mondta el, hogy a megmérettetés az esélyegyenlőség jegyében épp és sérült versenyzők együttes részvételével több kategóriában zajlik. A kétnapos programon a Gyulai Egyesület színeit többen is képviselik, eddig összesen 183 kutyagazda páros jelezte érkezését. A Vivicita 1986 óta tavasz igazi ünnepe a sportot kedvelők számára. Ez az olasz szó annyit tesz, éljen a város. A Bátor Tábor Alapítvány jótékonysági sportközössége 102 futója rajtol a táborban gyógyuló gyerekekért. Közülük 45-en félmaratont futnak, és a csapatok tagjaként 9-en 10 kilométert, 48-an 7 kilométert teljesítenek. Az április 18-19-ei Vivicita félmaraton futói várják azokat, akik csatlakozni szeretnének hozzájuk. A Vakok és Gyengéllátók megyei egyesületének felkérésére bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek és rendőrjárőrök látogattak el a szervezet Békés Csabai székházába. A látássérültek kezükbe vehették az azonosító jelvényeket, megvizsgálhatták az egyenruhákat. Közben szó esett a 112-es telefonszámon hívható egységes segélyhívó rendszer működéséről, a bejelentések fogadásának gyakorlatáról. A rendőrök igyekeztek a mindennapokban és veszélyhelyzetekben is használható információk, tanácsokkal segíteni a látássérülteket. A magyar konyhában nincs hagyománya az olívaolaj használatának. Ennek ellenére nálunk is zajlik egyfajta gasztroforradalom, és ma már egyre többen kedvelik a nemzetközi konyhák fogásait. Mindenek előtt azt kell tisztázni, hogy a különféle olívaolajat más-más ételekhez és más-más módon érdemes használni. A mai napon azt kutatjuk, hogy ön hogyan használja az olívaolajat? Leginkább a napraforgó olajat használjuk. Sütéshez, mindenhez. Én főleg saláta készítésre használom, mert azt gondolom, hogy hőkezelve ugyanúgy ártunk a benne lévő hasznos anyagoknak, és én mindenkinek azt javaslom, hogy csak extra szűz hidegen sajtot, változatot válasszon, és ne ezeket a kémiailag utólag kivon szanza elnevezetű olívaolajakat. Krémbe, főzéshez, sütéshez, bár most a sütéshez fölváltottam, mert hogy azt mondták, hogy a mogyoróolaj az a jobban bírja a hőt, mint az olívaolaj, nem jó, csak salátához, meg ilyesmihez. A főzésnél nem jó, kancer képződik, vagy nem tudom én. Elindult a mezőri szolgálat orosházán. Lapszemle következik. Közlekedési gondok Jaminában. Csicsei Ilona, a városrész képviselője bízik abban, hogy a részönkormányzat révén még több figyelmet kap a városrész. Írta a Csabai Mérleg. Erzsébet helyen is az út, kerékpárút, járdaépítés a legtöbbször felmerülő igény. Mindehhez természetesen forrásokra van szükség, amit leginkább pályázatokon nyerhet el a város. Kifutóban a Narcisz. Már nem sokáig vásárolhatunk Narciszt a piacon, írta a Gyulai Hírlap. A szezon végére akár 80 forintra is lemehet a csokorban árult tavaszi virágára. Elindult a mezőőri szolgálat. Felmérik a 17 000 hektáros orosházi határt. Ez az első feladata az április 1-jével elindult mezőőri szolgálatnak, írta az Orosz Café. A szolgálat az elmúlt hetekben felszerelt, csütörtökön a külterületi határpontokat is kijelölték. Több a katolikus pap az USA-ban. 25%-kal nőtt a pappá szentelések száma az Egyesült Államokban, közölte a Magyar Kurír. 2015-ben 595 embert szenteltek pappá az Egyesült Államokban, ami csaknem 25%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Szombaton napsütés, időnként élénk, délnyugati, déli szél következik. Vasárnap erős felmelegedés várható, mely a jövő hét elejéig, közepéig tart. Szombaton változóan felhős lesz az ég. Gyenge, változó irányú szél fúj. Este erős felhősödés mellett kevés esőre is számíthatunk. A hőmérséklet az éjszakai 4 foktól 21 fokig emelkedik. Vasárnap változóan felhős, napos idő várható, esetleg átmeneti záporokkal, zivatarfoltokkal. A hőmérséklet 7 és 22 fok között valószínű. A folytatásban hétfőn is meleg, de elszórtan esőkkel tarkított időre számítsunk. Lássuk még egyszer mai híreinket.
300-an versenyeztek. A Magvetőben rendezték az országos bibliai versenyt. Négy sávos lesz az M44-es. 243 milliárdot fordítanak a Kecskemét Békés Csaba szakaszra. A költészetet ünnepelték. József Attila szobránál kezdődött a gyulai program. Kormányhatározatra várnak. Nem elég a testületi döntés a vasárnapi nyitvatartáshoz. Kerekerdő, kerekvilág. Nevelési értekezletet rendeztek az óvodai dolgozók számára. 1000 adag ételt osztottak ki. A szervezők a babujás mellé ruhaneműt és édességet adtak. Készülnek az 52. évadra. A tanácsadó testület is foglalkozott a Várszínház programjaival. Eleki lopott Gyulán. 3 napon belül bíróság elé állíthatják a fémtolvajt. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrzőt tekinthetik meg. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!